Mit lehet tudni arról a férfiről, aki vasárnap merényletet próbált meg elkövetni Donald Trump ellen, és milyen hatással lesz mindez a kampányra? Aztán mik lesznek azok a kulcsfontosságú vagy csatatér államok, ahol a november 5-i amerikai választás eldől majd? És végül milyen állapotban van az amerikai gazdaság, és hogyan állnak a jelöltek az amerikai választók számára kulcsfontosságú kérdésekben? Milyen láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok? Erre keressük a választ. Üdvözlöm Önöket, én Ferkó Dániel vagyok, ez a Láncreakció. Akik pedig a kérdésekre válaszolnak, Tatár Mihály az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány vezető elemzője, és Mihálovics Zoltán a Makronom Intézet geopolitikai elemzője. Uraim, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Köszönjük a meghívást. Mi pedig kezdjük tehát a fő témával, hogy ismét merényletet próbáltak meg elkövetni Donald Trump ellen. Szeptember 15-én vasárnap az FBI közölte, hogy Donald Trump ellen feltételezett merényletkísérlet ügyében nyomoz. A republikánus elnökjelölt Floridában golfozott, amikor a Secret Service egy fegyveres férfit tett észre. A Secret Service több ügynöket tüzet nyitott egy fegyveres férfira, aki Donald Trump golfpályájának szélén tartózkodott, és egy AK-47-es távcsöves fegyvert találtak, valamint két hátizsákot és videófelvevő berendezést. Közölték a hatóságok egy sajtótájékoztatón. A gyanúsított egy fekete autóval menekült el, de a szemtanú segített a rendőrségnek azonosítani a járművet, és a hatóságok a nyomára bukkantak. Őrizetbe vettünk valakit, aki potenciális gyanúsított, mondta Rick Bradshaw, Palm Beach megye sheriffje a sajtótájékoztatón. Az amerikai média Ryan Wesley Roth-ot nevezte meg a feltételezett merénylőnek. A BBC beazonosította a gyanúsított online profiljait, és kiderült, hogy régebben Roth nemzetközi harcosokat buzdított az ukrajnai háborúhoz való csatlakozásra, az oroszok elleni harcra. Donald Trump nem sérült meg az incidensben, közleményében azt mondta, lövöldözés volt a közelemben, de mielőtt pletykák kezdenek ellenőrizetlenül szányra kelni, akarom, hogy tudjátok, biztonságban és jól vagyok. Újabb merényletet követhettek volna el tehát Donald Trump ellen. Érdekes, hogy ez nem sokkal vagy pár nappal azután történt, hogy az elnök jelöltek közötti vita végbe ment. De nem tudom, hogy van-e köze ehhez, ennek a merélethez. Majd beszélünk arról is, hogy ki hogy szerepelt ezen a vitán. Igen, itt szerintem a merénylet kapcsán érdemes folyamatában értelmezni magukat a dolgokat. Ugye mióta lement a demokrata és a republikánus nemzeti konvenció, egyértelmű, hogy Kamala Harris, illetve Donald Trump a két nagy párt elnökjelöltje a november 5-i választásra. Ez már világos volt jóval a tegnapi merénylet előtt is, és azért mondom, hogy érdemes folyamatában értelmezni a dolgokat, mert ugye a pennsylvániai Trump elleni merénylet július 13-án történt, közben megválasztották Donald Trumpot, mint elnökjelölt mellé az alelnökjelölt, tehát J.D. Vance személyében, és azt kell látni, hogy ugye tegnap szeptember 15-én történt ez a kísérlet, tehát két hónap telt el nagyjából a két incidens között, és ugye közte szeptember 10-én pedig lezajlott az első elnökjelölti vita Harris és Trump között, felemás eredményeket hozva, és én azt gondolom, hogy ha nincs az első merénylet, pennsylvániai merénylet, akkor lehet, hogy a mostani kísérlet egyébként sikeresebb tud lenni, hiszen a Secret Service szerencsére időben észrevette magát a merénylőt, ami nem volt elmondható a pennsylvániai esetben például, szóval mindenképp indokolt volt egy szigorú védelem a pennsylvániai eset után, és azt kell látni, hogy Trump ezután szerintem még inkább erősebb biztonsági intézkedéseket fog kapni. Igen, most beszéljünk egy kicsit a körülményekről, ugye Trump floridai golfpályája mellett állt ez a férfi, akiről azt lehet tudni, hogy Ukrajna párti, sőt Ukrajna rajongó, egy propaganda videóban látták, ahogy az Azov, a neonáci ukrán Azov osztag mellett tüntet, ugye ők azok, akik Mariupolnál harcoltak az oroszok ellen, és hogy demokrata, a demokraták mellett elkötelezett ez a férfi. Igen, hát ironikusan azt is mondhatnánk, hogy nagy szerencséje van Donald Trumpnak, hogy ez egy, hogy is mondjam, nem a legélesebb penge volt ez a férfi a szekrényben.
Tehát mondjuk, hogyha esetleg ukrán buvároktatók vállalták volna ezt a feladatot, akkor sokkal nagyobb bajban lett volna, mert ők ugye 100 méter alul is mindent megoldanak segítség nélkül. Épp ez egy nagyon elszigetelt esetnek tűnik, és egyébként valószínűleg most ugyanúgy el lesz nyomva ez a merényletkísérlet, hogy a 2 hónappal ezelőtti merényletkísérlet is. Csoda, hogyha egy hét múlva még a legalábbis az amerikai média még beszélni fog róla. Beszéljünk még az elkövetőről, Ryan Ruth, így hívják őt. 2016-ban még Trumpra szavazott, azt mondta, és elégedetlen volt a politikájával, vagy azzá vált, és hirtelen átment a demokraták oldalára. Az, hogy a második merénylet kísérletet követik el Trump ellen, ez szociológiailag mit jelent? Tehát inkább a fanatikusak, a merénylők, azok inkább Trump ellenesek, és nem demokrata ellenesek? Na azt gondolom, hogy itt két párt között ebből a szempontból nem lehet különbséget tenni. Itt szerintem az amerikai társadalom és úgy általában véve a nyugati társadalmaknak a szélsőséges polarizációjának az egyik tünetét láthatjuk. Ugye, ha megnézzük a 2 hónappal ezelőtti merénylőt is, ő is regisztrált republikánus szavazó volt egyébként, de én nem gondolnám azt, hogy most akkor felállíthatnánk egy ilyen szabályt, hogy a republikánusok hajlamosabbak merényletet elkövetni, mint a demokraták. Szóval szerintem ez nem állja ki a valóság próbáját, de azt gondolom, hogy hát, ha megnézzük, akkor az előválasztáson már nem Trumpot támogatta ez az illető, hanem Nikki Haley-t például. Ugye a Trumpnak ő volt a legerősebb úgymond kihívója, de végül Trump kerekedett felül, de nem gondolom, hogy most attól lehetne valakit fixen merénylőnek nevezni, mert hogy republikánus szavazó vagy szimpatizáns volt. Szerintem a két párt között ebből a szempontból nem lehet különbséget tenni. Itt szerintem a végtelen csalódottság érhető tetten, és egyébként nem csak Ukrajna barátságról lehet tudni a személy esetében, hanem egyébként ugyanúgy ebből kapcsolatban orosz ellenes is volt, Tajvan párti, amivel alapvetően ezekkel nincsen, nem lenne semmi probléma, csak hogyha mondjuk Ukrajna vagy Tajvan párti vagyok, lehet, hogy nem kellene lelőnöm egy potenciális elnökjelöltet, hogy megpróbálni lelőni. Hát szó lesz még a merényletről abban a kontextusban, hogy nemrég ért véget a vita Kamala Harris és Donald Trump között, de most sokan azt találgatják, hogy vajon lesz-e újabb forduló. Donald Trump bejelentette, hogy nem hajlandó részt venni egy újabb vitán demokrata ellenfelével Kamala Harris-szel a november 5-i amerikai elnökválasztás előtt. Nem lesz harmadik vita, írta a republikánus jelölt a Truth Social nevű platformján. Tartozunk annyival a választóknak, hogy lesz még egy vita, mondta viszont a demokrata jelölt az X-en. Amikor egy boxoló elveszít egy meccset, az első szavak, amelyek elhagyják a száját, visszavágót akarok. A felmérések egyértelműen azt mutatják, hogy megnyertem a keddesti vitát Kamala Harris elvtársnő, a demokraták radikális baloldali jelöltje ellen, aki azonnal második vitát követelt, folytatta a volt elnök, azzal vádolva riválisát és Joe Bident, hogy tönkretette az Egyesült Államokat, azzal, hogy bűnözők és mentálisan zavart emberek millióit engedte be, és hogy nem tette meg a szükséges lépéseket az infláció megfékezésére, ami tönkreteszi a középosztályt. Talán a kedves nézőket is zavarba ejti, engem mindenféleképpen, hogy mindenki más mond azzal kapcsolatban, hogy kinyerhette a Trump és Kamala Harris közötti vitát, különböző narratívák léteznek. Most végül is ennyi nap elteltével tegyük fel a kérdést, ki nyerte most ezt a vitát, mert mindenki mást mond. Egy kicsit messzebbről indítanám, ugye arra vagyunk kondicionálva, hogy ezekre a vitákra ilyen sportmeccsekként nézzünk, tehát valaki szerez X számú pontot, ami tovább vihet majd a döntőbe. Ezek nem ilyenek ezek a viták valójában. Ugye ha megnézzük, hogy Amerika most hogy néz ki, akkor politikailag végtelenül polarizált két táborra szakadt országot látunk. Az egyik oldalon van a republikánus párt, aminek a most sarkítok, de döntően a fehér alsó és középosztálya szavazó bázisa. És akkor ott van ezen belül is a fehér férfi többségében. Hogyha megnézzük a demokratákat, tehát a liberális progresszív pártot, ott pedig azt látjuk, hogy a nem családos fehérek, kimagaslóan a nem családos fehér nők, és mellettük pedig a színesbőrű kisebbségek, hispán és ázsiai fekete szavazók, és ezenből is nagyon erősen a kisebbségi, tehát színesbőrű és női szavazók, azok, akik a demokrata pártnak a fő bázisa. Ebben a két élesen számoló táborban nincs átjárás, nincs mozgás. Azt látjuk, hogy ez egy ilyen nagyjából fele-fele kiegyenlített pozíció volt 2020-ban,
Viszont, mivel a nem fehér szavazók száma folyamatosan emelkedik az Egyesült Államokban, tehát 2010 és 2020 között 30%-kal több színesbőrű szavazó lépett választói korba, vagy szerzett választói jogosultságot, mint fehér, a fehér szavazók száma stagnál. Ez automatikusan azt jelenti egyébként, hogy ha minden változatlan, akkor Trump támogatottsága csúszik lefelé. Tehát tulajdonképpen ez a vita, ez arról szólt, hogy ki tudja azt a megmaradt középső, nagyon szűk, bizonytalankodó, a döntését elhalasztó réteget még becsalni a szavazófülkékbe a saját oldalán, vagy elrémíteni a másik oldalt. Ebben a tekintetben azt kell mondjam, hogy ez nagyon rosszul sikerült ez az este Trump számára, mert míg Kamala folyamatosan tudta őt támadni, lényegében a nő ellenességgel, hogyha megnézzük, hogy miket mondott Kamala, például volt egy olyan elképesztő mondata, hogy arra kötelezik a nőket, hogy ne tudjanak abortuszt kérni, még akkor is, ha megerőszakolás vagy érfertőzés az oka a terhességüknek, ami nonsens, tehát ez nincs így, csak nem voltak a műsorvezetők a helyzet magaslatán, hogy ezt közbeszóljanak, tehát nincs ilyen állam az Egyesült Államokban, de még ez is egy olyan magas labda volt, amire Trump nem csapott le. Most azért is érdekes ez, mert sokan, és szerintem a kedves nézők közül is többen úgy tudták, én magam is egyébként, hogy Biden visszaléptetése után Trump az élre tört. Tehát jelentősen vezetett, még akkor is, amikor Kamala Harris behozták neki ellenfélként. Ehhez képest a vita után rögtön azt mondták, hogy most már fejfej mellett vannak minimum, de 5% ponttal Harris vezet. Most akkor ez hogyan van? Itt azért érdemes tisztába tenni a dolgokat. Először is az Egyesült Államokban nem feltétlen az nyeri az elnökválasztást, aki országosan a legtöbb szavazatot szerzi. Ez látható volt egyébként a 2016-os elnökválasztáson is. Hillary Clinton torony magasan megnyerte az úgynevezett popular vote-ot, tehát hogy országosan mennyi szavazatot kapott, viszont Trump több elektort szerzett, és így nyilván ő lett az Egyesült Államok elnöke. Szóval én a közvélemény kutatások tekintetében, amelyik popular vote-ot mér, azzal óvatos lennék, hiszen ez nem ad tiszta képet. Ellenben a csatatér államoknak a közvélemény kutatásait nézve, az már valamivel egy tisztább képet tud adni. Viszont a vitára visszakanyarodva, én azt gondolom, hogy igazából konkrétan toronymagas nyertese a szeptember 10-i vitának igazából nem volt. Én azt gondolom, hogy voltak olyan témák, amiben Trump például erősebb volt, és Harris erősebb volt. Ilyen téma volt Harris esetében például az abortusz, szociális kérdések, Trump esetében például gazdasági és a migrációs kérdések, és Harrisnek a stratégiája annyiban bevált, hogy a személyes ügyeivel támadta Donald Trumpot, és nem véletlen Kamala Harris egyébként nem. Csak hát ugye Kamala Harrisnek nincsenek ügyei, hiszen ő most lépett be a politikába, de egy olyan jelölt, akit egyébként senki nem választott korábban, hanem most kijelölték őt, hogy legyen Biden utóda. Igen, és a demokraták részéről ez egy tudatos stratégia is volt ebben a tekintetben, hogy nyilvánosan Kamala Harris szemtől szemben nem nagyon szólalt meg magánál, a vitánál előbb, és így lényegében a szélesebb körű választópolgárok egyébként most látták először Kamala Harris-t konkrét vita helyzetben, így nem is tudtak mihez viszonyítani, míg Trump mögött ott van már azért az üzleti élet, a gazdasági életben való jártassága, onnan is van egy kép Donald Trumpról, illetve a 16-tól kezdődő 4 éves ciklusa is. A piacok hogyan reagáltak az elnök jelöltek közötti vitára? Lehetett olyat olvasni, hogy például Donald Trump médiába beágyazott részvényei azok esésbe fordultak. Igen, hát tulajdonképpen ahogy az előbb is fejtegettem, ez a vita arról szólt valójában, hogy követel valami óriási hibát Kamala Harris, ugye Bidenről kiderült, hogy megválaszthatatlan a legutóbbi TV vita alkalmával. Kamala Harris-szel is voltak ilyen, hogy is mondjam, aggodalmak, hogy a legrosszabb pillanatban nem fog-e nevető görcsöt kapni például. Vagy nem mond valami olyan képtelenséget, amire egyébként hajlamos. Ez ugye jól felkészítették, nem kacarászott, nem mondott, hogy is mondjam, nagyon húzós dolgokat mondott a igazságtalan szempontjából, nem mondott képtelenségeket, tehát ilyen szempontból neki jól ment a vita, és az ő feladata láthatóan abban állt, hogy érzelmileg egy ilyen nagyon veszélyes Trumpot ábrázoljon, aki felszámolja az amerikai demokráciát, és deportálni fog, és elveszi az abortuszhoz való jogot, tehát érzelmi síkon támadja Trumpot.
Trump maga is úgy ment erre a vitára, hogy egy érzelmi képet akart sugározni a bizonytalan szavazóknak, hogy jönnek a, jönnek a migránsok tömegével az Egyesült Államokba. Hát konkrétan haiti bevándorlókról beszélt, akik amerikai állampolgároknak a házi állatait megeszik. De hát ezt megcáfolták korábban már. Hát igen, mondtam már azt is, hogy Svédországban elharapózik a migráns bűnözés, és kiderült, hogy tényleg. Tehát én óvatos lennék azzal, hogy ennek mi az igazságtartalma, az viszont biztos, hogy ez egy nagyon erős érzelmi üzenet volt, de teljesen egycsíkú. Tehát aki az Egyesült Államokban aggódik a migráció miatt, az valószínűleg most már tényleg elmegy Trumpra szavazni, de aki Trumpnak kellett volna, az a bizonytalan, középső, inga szavazó, azt nem tudta meggyőzni, ahhoz az kellett volna például, hogy jelöl egy olyan alelnök jelöltet, vagy csúcsminiszter jelöltet, aki egy kisebbségi női jelölt. Az például nagyon megdobta volna a választási esélyét. Ez a választási vita Trump szempontjából nem hozott egyetlen plusz szavazót sem. Mennyire lehet az oka, ha csak kicsivel is, de Kamala Harris győzelmének, ugye 5% pontról beszélnek, az, hogy a kérdezők, tehát az újságírók, akik a vitát levezették, hát egyes narratívák szerint elfogultak voltak, meglehetősen elfogultak voltak demokrata párt irányba. Ugye ez egy visszatérő toposz, már a 2020-as elnökjelölti vitákon, Trump-Biden vitákon is egyébként a moderálás kritikán aluli volt. Most se volt szerintem jobb az ABC műsorán a szeptember 10-i vita. Itt sokáig volt arról is szó egyébként, hogy Trump nem hajlandó elmenni az ABC-be vitázni, viszont Kamala Harris meg nem volt hajlandó elmenni a Fox News-ra vitázni, és valószínű nem is lenne hajlandó Trump, csak úgy menne valószínű bele egy következő vitába, én azt gondolom, hogyha egy nem ilyen szinten elfogult tévécsatorna adná a következő vitát. Én nem gondolnám egyébként, hogy lesz következő vita. A vita tekintetében Trumpnak ez a hajó úgymond elment, de továbbra is fejfej mellett haladnak Kamala Harris-szel. Itt a csatatérállamoknak az anatómiáját lesz érdemes megvizsgálni, hogy az egyes csatatérállamok a mely választói csoportokat ki hogy tudja mobilizálni. És most meg is vizsgáljuk ezeknek a csatatérállamoknak az anatómiáját, ahogy Zoltán fogalmazott. Ugye már most feszülten várja a világ a november 5-i amerikai elnökválasztást. Az idei amerikai választásokon mintegy 240 millió ember jogosult szavazni, de valószínűleg csak viszonylag kis részük dönt a következő elnök megválasztásáról. Szakértők becslése szerint csak néhány államban lesz várhatóan döntő a november 5-i eredmény. Ezek közül 7, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Észak-Karolina, Pennsylvania és Wisconsin lehet a Fehérház kulcsa. Most a választás utolsó heteiben mindkét kampány teljes gőzzel azon van, hogy megnyerje a bizonytalan szavazókat ezekben az államokban. November 5-én talán még a 4 évvel ezelőttinél is szorosabb választásra kerül sor az Egyesült Államokban, hiszen a folyamatos szociográfiai változások miatt sok eredetileg kék vagy vörös állam átfordult, vagy bekerült tartósan a villegők csoportjába. Abban nincs semmi újdonság, hogy az amerikai elnökválasztást is a bizonytalan szavazók döntik el bizonyos csatatér államokban. Melyek ezek a csatatér államok, és egyáltalán miért nevezték el így? Azért csatatér államok, mert ugye, ahogy el is hangzott, hogy az amerikai rendszer valójában egy elektori választási rendszer, tehát azt számít, hogy melyik jelöltre hány elektor szavaz végül az elnökválasztás után. De azt azért itt fontos megemlíteni, hogy ezek a csatatér országokat nem védi semmilyen berlini fal, és ugye tudjuk azt, hogy a Biden adminisztráció alatt bejött az Egyesült Államokban nagyjából 10 millió migráns, ez nagyjából 3-4 millió migránst léptettek elő amerikai állampolgárá, tehát ő már szavazóképes. Tehát itt megjelenik millió számra egy nagy mennyiség új szavazónk, akikre hát lehet egy tippünk, hogy kire fognak szavazni, és ugye az a nagyon érdekes, hogy ők ezekben a billenő államokban hogyan oszlanak meg például. Zoltán, hogy látja ezt? Én azt gondolom, hogy itt a közvélemény kutatásokra is utaltam, hogy amelyek állam specifikusak, tehát ezekben az államokban mérik az egyes jelölteknek a támogatottságát, azokat érdemes figyelni, hogyha egy közelvalós képet szeretnénk kapni, hogy hogy is áll a versenyfutás a demokrata és a republikánus elnökjelölt között. Itt ugye azért is érdemes a csatatér államokra kitérni, mert ugye itt említettük az adás elején is, hogy az amerikai társadalom rendkívül polarizált, és nem véletlen, hogy most idézőjelben csupán 7 csatatér államot
különböztet meg az elemzői konszenzus, hiszen jóval 10 fölött volt az előző választásokon ezeknek az államoknak a száma. Ahogy polarizálódik az amerikai társadalom, ezeknek az államoknak egyre kisebb a száma, kevesebb ilyen állam van, és a hagyományosan vörös államok egyre vörösebbek, vörös megyék egyre vörösebbek, kék megyék egyre kékebbek, és egyre kevesebb választó dönt igazából így az elnökválasztás kimeneteléről egyrésztről, másrésztről, pedig itt látni kell ugye ezt az elektori rendszert, amit Misi is említett, hogy nem közvetlenül választják meg az amerikaiak az elnököt, hanem elektorokra szavaznak. A rendszer annyi abból a szempontból egyszerűen működik, hogy amelyik elnökjelölt a legtöbb szavazatot szerez az adott államban, ő kapja az összes elektort, és ezek az elektorok bekerülnek az elektori kollégiumba. 538 elektort lehet megszerezni, amelyik elnökjelölt megszerzi előbb a 270-et, az lesz az Egyesült Államok elnöke. Ebből a szempontból ilyen egyszerűen működik a rendszer. A másik dolog, amit még szeretnék itt hozzáfűzni, hogy mivel felértékelődik a csatatérállamok szerepe, mivel ugye minél kevesebb ilyen államot különböztethetünk meg, így a helyi szimbolikus ügyek is egyébként nagyon fontos szerepet kapnak. Pennsylvania egy nagyon kritikus terület például, csatatérállam, hiszen a 7 csatatérállam közül ő adja a legtöbb elektort, 19-et, és Biden is egyébként 2020-ban ennek a csatatérállamnak a megszerzésével lépt át a 270-es küszöböt, és még itt hozzá kell tenni, hogy nem véletlen időszpontosul a kampány erőforrásának döntő többsége Pennsylvaniában, hiszen most a legutóbb, amit néztem közül egy kutatást, egyébként Trump 1-2 százalékponttal vezet Harris előtt, igaz ez nem jelent semmit, de a helyi szimbolikus ügyeknek mindenképp jelentős szerepe lesz a kampányban. Van egy felmérésünk, hogy adatunk arra vonatkozóan, hogy ezekben a billegű államokban, ahol eldől majd az amerikai elnökválasztás, milyen szociológiai változások történtek a népességben. Ezek szerint kevesebb spanyolajkú és ázsiai szavazó él ezekben a választásról döntő államokban. Ez mit jelent pontosan, és ez kinek a javára hajthatja a malmot? Nyilván, tekintve hogy a jelenlegi közvéleménykutatások szerint például a fekete szavazóknál, a latin szavazóknál, az ázsiai szavazóknál, és különösen színesbőrű női szavazóknál a demokrata párt fölényesen vezet, van, ahol 30%-a vezet. Nyilván minél kevesebb színesbőrű szavazó él egy adott billegű államban, ott annál jobbak a republikánus esélyek. Azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy ez nem egy, hogy mondjam, ez csak úgy, mint Európában, ez most már nem az a fair és kiegyensúlyozott választási rendszer, mint a 2000-es években, a 2010-es években. Ugye nézzük meg, mi történik Németországban, mi történik Franciaországban, hogyha van egy viszonylag döntetlen választás bármilyen szempontból, akkor azért, hogy is mondjam, nagyon számít az, hogy a közigazgatást ki irányítja. Ugye gondoljunk bele, most itt tisztán elméletileg, hogyha egy döntetlen van, tehát ilyen néhány száz szavazatokon múlik egy-egy elektori szavazatnak a sorsa, abból óriási bajok lehetnek ebben a környezetben, és akkor mi megsemmitettük a 4 évvel ezelőtti abnormális szavazati jelenségeket, a levélszavazóknak a megoszlását, meg a hogy is mondjam, a bizonytalan életképességű szavazóknak a megjelenését a választókerületekben. Tehát, hogyha egy olyan környezetben, ahol 100 szavazaton minden eldőlhet, ott nagyon erős politikai feszültség várható. Bejárta a világsajtót az a hír, hogy az ifjabb Kennedy, korábban meggyilkolt Robert Kennedy fia, visszalépett Donald Trump javára. Milyenek a jelentősége? És mit hozhat ez Trumpnak? A harmadik jelöltek jelentőség az Egyesült Államokban egyébként mindig vitatárgyát képezi, de itt Kennedy kapcsán ugye lényegében ő a demokrata pártból jött, volt egy megsértődés, ugye mert nem őt indították, mint elnök jelölt, és ezért kilépett a demokrata pártból, és harmadik jelöltként pozícionálta magát, és elhozta az olyan kritikus szavazókat a demokrata oldalról és republikánus oldalról, amiket mind a két jelölt megérzett, egy időben Biden, most Kamala Harris, viszont érdekes módon egyébként engem felettén meglepett, hogy Trump javára lépett vissza, 10 potenciális csatatérállamban, ezeket nem nevezte meg, de az előbb említett 7 biztos köztük lesz, visszalépett, abba hagyta az elnök választási kampányát, hiszen ő is belátta, hogy harmadik jelöltként igazából a nullához közeli esélye van érdemi szavazatokat szerezni. Egyébként érdekes, hogy az 1970
Bocsánat, 68-as választáson volt legutóbb arra például, hogy harmadik jelölt egyébként elektori szavazatokat tudott szerezni, de akkor ugye Nixon torony magasan megnyerte a választás, szóval ennek nem volt jelentősége, viszont azt gondolom, hogy itt a visszalépés abból a szempontból fontos, hogy Kennedy, ha fel is szólította a szavazóbázisát, hogy álljanak be Trump mögé, ők milyen arányban fognak beállni Trump mögé, és milyen arányban fognak esetleg átszavazni a demokratákra. De én azt gondolnám egyébként, hogy döntően azért Trumpra fognak átszavazni, vagy adott esetben nem vesznek részt a szavazáson. Csak a pontosság kedvéért Robert Kennedy unokaöcséről van szó, nem a fiáról, de talán a lényeg az, hogy egy Kennedyről van szó. Most rövid szünet következik, aztán azzal folytatjuk, hogy sokáig úgy tűnt, hogy rogyadozik az amerikai gazdaság, továbbra is vannak negatív előjelek, de vannak pozitívumok is. Ezzel is folytatjuk, illetve szó lesz arról, hogy az IT-szektorban komoly korlátozásokat akarnak bevezetni orosz vállalatok ellen. Tartsanak velünk a szünet után is. Folytatódik a Láncreakció adása Tatár Mihállyal és Mihálovics Zoltánnal, és azzal folytatjuk, hogy kamat csökkentésre készül az amerikai jegybank, kik lehetnek ennek a nyertesei, és mi áll a háttérben. Múlt pénteken az arany új történelmi küszöböt lépett át, és az azonnali piacon az unciánkénti 2583,3 dolláros értéket érte el, ami 1%-os emelkedést jelent. Ez a látványos emelkedés elsősorban az Egyesült Államok alacsonyabb kamatlábaira vonatkozó várakozásoknak köszönhető, amely tényező nagyban befolyásolja a befektetők magatartását. Az árak emelkedéséhez hozzájárult az amerikai dollár gyengesége is, amelynek indexe 0,4%-kal csökkent. A gyengébb dollár vonzóbbá teszi az adott valutában jegyzett aranyat a más valuták tulajdonosai számára. Az Egyesült Államokban az arany határidős jegyzése követte ezt az emelkedő tendenciát, és 0,7%-kal 2598,1 dollárra emelkedett. Semmi gond, akkor beszélünk az aranyról, összefügg ez is a kamatcsökkentéssel. Mit jelent ez, hogy történelmi küszöböt lépett át az arany unciánkénti értéke, és hogyan jön ez most az amerikai gazdasághoz? Most jó állapotban van, nincs jó állapotban, ugye sokat találgattuk ezt az elmúlt időszakban. Igen, hát a nézők emlékezhetnek rá, hogy erről tavasszal nagyon sokat beszélgettünk, hogy most van egy olyan helyzet a világban, hogyha körülnézünk, hogy van egy orosz-ukrán háborunk, amiről nem tudjuk, hogy végződik, de nyilvánvalóan nem jól, és egyre nőbb az esélye egy nagyon súlyos eszkalációnak. Itt van egy egyre növekvő, hát ilyen hidegháborúhoz hasonlító konfliktusunk a Nyugat és Eurázsia között. És ha ez még nem lenne elég, van egy nagyon megosztott amerikai politikánk, aminek nagyon súlyos következménye lehetnek, hogyha a november nem úgy sül el, ahogy mindenki várja. Illetve ott van még az a egyre nagyobb, hát ilyen elefánt a porcelánboltban méretű probléma, hogy az Egyesült Államok sodródik az adósságválságba. Most, hogy ezeket így végignézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy itt a következő egy-két évben mindennek tökéletesen kell alakulni ahhoz, hogy az arany ne menjen újabb és újabb csúcsokra. És ugye tavasszal ezt ki is feséztük, hogy kicsi az eső, hogy minden jól alakuljon. És hát ez is történt, gyakorlatilag néhány havonta az arany egy új történelmi csúcspontot tör át. Most egy újabb rekordon vagyunk, nagyjából 2590 dollárnál. Hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy idén 25%-kal emelkedett az aranynak az ára. Ez azt jelenti egyébként, hogy az összes amerikai nagy részvényindexnek a teljesítmény lenyomta az arany, egyébként a legtöbb európaiét is, már aki megtakarításokkal foglalkozik. 2022 óta majdnem 50%-kal emelkedett az aranynak az ára. De csak hogy egy kicsit közérthetőbb legyen, az arany általában akkor jön a képbe, amikor gyengélkedik egy árfolyam, jelen esetben a dollár, és akkor mindenki úgy spekulál, hogy mivel gyenge az adott valutának az árfolyama, inkább akkor aranyba vagy ezüstbe fektetem a pénzemet. Ezért merül fel ez az egész történet most. Igen, itt az arany, hogy említése is került tavasz óta, nagyon érdekes, és nekem egy pár héttel ezelőtti hír ütötte meg a fülemet igazából ezzel a témával kapcsolatban, amikor is olvastam egy olyan elemzést, hogy a kínai és az orosz
központi bankok 2013 és 2023 között legnagyobb ütemben dinamizálták az aranyvásárlásaikat, és felállított ez az elemzés egy top 10-es rangsort az országok jegybankjai tekintetében, és számomra nagyon érdekes volt az, hogy a 10 országból azt hiszem 8, talán 9 is a globális déli országoknak a csoportjához tartoz. Az első három volt Oroszország, Kína, Törökország, torony magasan vezetve Oroszország és Kína, szóval én azt gondolnám, hogy ennyi véletlen azért nem lehet, szóval a globális déli országok stratégiáját lehet, hogy mélyebben ki kéne a jövőben majd elemezni ebben a tekintetben. Igen, de akkor most akkor végül is gyenge az amerikai dollárnak az árfolyama? Azt lehet, tehát hogyha megugrik az aranynak az unciánkénti értéke vagy ára, az ezüsté is megugrik. Itt le van írva egyébként egész pontosan, hogy nem csak az aranyé, hanem a palládiumnak az értéke, az ezüstnek az értéke mind-mind egy komolyabb növekedést ért el. Tehát ez jelenti azt, hogy a befektetők, a piacok nem bíznak a világ első számú gazdaságának, az Amerikai Egyesült Államoknak a valutájában? Itt ugye nagyon nagy zaj van ebben a kérdésben, tehát mindennek és mindennek az ellenkezőjéről is olvashatunk folyton valamilyen cikket vagy híradást. Itt nagyon pontosan kell látnunk, hogy van egy amerikai dollár, ami a világ első számú fizetőeszköze. Ez valószínűleg nem fog még jó ideig megváltozni, mert nagyon sok minden szól mellette és van a hátterében. Viszont a világ első számú tartalékeszköze, az nem a dollár, ez nagyon fontos, az az amerikai állampapír. Tehát a világ első számú tartalékeszköze, legyen szó jegybankokról, vállalatokról, befektetési alapokról, az az amerikai állampapír. Na most az amerikai állampapírral egyre több baj van. Egyrészt van egy amerikai adósságválság, gyakorlatilag most... 36 billió dollárra az amerikai államadósság. Igen, és ez egy már lassan felfoghatatlan méretű szám, de úgy fel tudjuk fogni esetleg, hogy most már évente annyi adósságot kell törlesztenie az amerikai államkincstárnak, mint amennyi az amerikai védelmi költségvetés másfélszer. Tehát gyakorlatilag a második legnagyobb tétel Amerika éves kiadásaiban, ami a bevételek negyedét elviszi, az már a törlesztés az államadósságnak. Ez fenntarthatatlan. Még egy baleset történik, egy Covid, vagy még egy háború, akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és ahogy Amerika ugye megpróbálja Eurázsiát így leválasztani a nyugati kereskedelemről, az eurázsiai országok, a globális dél gyakorlatilag ezzel úgy reagál, hogy akkor csinál egy saját tartalékeszközt, ami már nem az amerikai államkötvény. Ez az, például amikor, az, hogy az arany, illetve a saját valutáikban kezdenek el kereskedni, Oroszország. Igen, igyekszik kiváltani a dollárt a saját kereskedelmében, de tartalékeszköze még nincs, ebben van egy ilyen útkeresés, hogy akkor mi lesz a jövő tartalékeszköze, és hát egyéb megoldások hiányában a lehető legtöbb aranyat veszik. Na most itt van egy hír, amire kérem, hogy röviden reagáljanak. A Nemzetközi Valuta Alap, az IMF arra számít, hogy a jegybank megkezdi, a Fed, az amerikai jegybank megkezdi a kamatcsökkentést azért, mert hogy csökken az infláció. Kinek jó ez? Jó-e az amerikai választóknak? Így nyilván a választás előtt ez nagyon nem mindegy. Igen, és nem véletlen egyébként, hogy mind Kamala Harris, mind Donald Trump kampányában a Fed azért kapott egy külön... úgymond, ha fejezetet, nem is egy alfejezetet, de én azt gondolom, hogy mindkét jelölt szembesült, hogy az amerikai gazdaságban azért a Covid óta azért vannak bőven problémák, és a Fednek ez a lépése ennek a tünetein, azt gondolom. Meglátjuk, hogy a Fed mit lép az elkövetkező időszakban. Hogyan látja ezt a Tatár Mihály? A Covid után gyakorlatilag a Biden kormányzat ugyanazt csinálta, mint minden más ország, csak sokkal durvábban, elkezdte önteni a pénzt a gazdaságra, és gyakorlatilag ilyen padlógázt adott a gazdaságnak. Ezt ugye onnan is látjuk, hogy Amerika hogy növekedett. Tehát ha belegondolunk, 2023-ban az Európai Unió gazdasága együtt nézve, az zsugorodott. Az amerikai 2,5%-kal kilőtt. Megnézzük az idei évet, az Európai Unió hát nagyjából 1%-kal vándorol előre, az amerikai gazdaság 2,5%-kal kilőtt. Na most ennek a forrása, most nyilván az ukrán háború nem segít Európának, de a fő forrása az a több ezer milliárd dollár, amit Bidenék ráöntöttek a gazdaságra vállalati támogatások, segélyek formájában, és ahogy ez a pénz apad el, azért ez se tud a végtelenségig felmaradni, úgy csuklanak be az amerikai makroadatok. Tehát Európában mit azért megköszönnénk, hogyha olyan adataink lennének, mint az Egyesült Államokban, de az amerikaiak
számára szokásos gazdasági növekedéshez képest egy gyors befékeződés van. Ja, beszéljünk a munkahelyekről és a foglalkoztatásról, ez egy döntő faktor lehet a Harris és Trump közötti küzdelemben november 5-én. Ugye azt a Covid idején lehetett tudni, hallani is, hogy rengeteg államban egész egyszerűen bezártak munkahelyeket. Demokraták, demokrata párti államok így akarták az embereket elbizonytalanítani. Most egy olyan adat jött ki, hogy csökkent a foglalkoztatás az Egyesült Államokban. Ez vajon kinek kedvezhet, Trumpnak vagy Harrisnek? Hát én azt gondolom, hogy hát igazából, ha megnézzük az elmúlt évek elnökválasztásait, a munkaerőpiaci helyzet, foglalkoztatás, munkahelyteremtés, munkahelyek elvesztése az mindig is igazából egy úgymond hot topic volt az elnökválasztási kampányokban. Most se látjuk ezt másképp. Én azt gondolom, hogy a gazdasági kérdésekben Donald Trump és a republikánus párt azért valamivel, ha sokkal nem is, azért erősebben tud megjelenni kampányidőszakban, mint mondjuk a mostani Biden-Harris adminisztrációja és Kamala Harris, mint potenciális elnökjelölt. Ez ugye azért is nehezebb hivatalban lévőként, mert most ők felelnek igazából a nemzetgazdaságért, amerikai nemzetgazdaságért. Szóval ebből a szempontból egyébként a Kamala Harriséknek nehezebb dolga van, de a közönségi kutatási adatokból is az jön ki egyöntetően, hogy mind a fehér munkásosztálybeli szavazók, mind a spanyol ajkú latinó szavazók egyébként inkább a gazdasági kérdésekben a republikánusokra teszik a voksukat. Az orosz-ukrán háború kitörése óta a szankciók vagy korlátozások szinte az életünket, vagy a napi hírek részévé váltak, most újabb korlátozásokat tervez az Egyesült Államok Oroszországgal szemben. Szeptember 12-től az Egyesült Államok új szankciókat vezet be az IT-szektor ellen. Ezek a szankciók megtiltják az amerikai vállalatoknak, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtsanak orosz jogi személyeknek, beleértve a tanácsadást, a tervezést, a támogatást és a felhőszolgáltatásokat, amelyek a vállalatirányításhoz, a tervezéshez és a gyártáshoz kapcsolódnak, írja a United 24. Számos amerikai vállalat, amely vagy maradt Oroszországban, vagy korlátozások mellett működött, most kivonul és leállítja szolgáltatásait. A kivonulás élén prominens amerikai vállalatok állnak. A Google letiltotta az orosz számmal rendelkező új fiókok regisztrációját, és letiltotta az orosz bloggerek CNN-en keresztüli bevételi lehetőségét, a Microsoft pedig megkezdte az orosz felhasználók lekapcsolását felhőszolgáltatásairól. És nem csak amerikai IT vállalatok vonulnak ki Oroszországból, hanem olyanok, mint az Atlassian, az ausztrál vállalat, a Jira, a Trello, a Confluence, ezek az ausztrál vállalatok is jelezték, hogy most kivonulnak az orosz piacról. Egyébként miért csak most? Hát már olyan régóta életbe léptek ezek a szankciók. Hát ugye ezt mindenben látjuk egyébként a migrációtól az olajszankciókig, hogyha valami láthatóan nem működik, akkor nem a stratégia rossz, hanem nincs eléggé csinálva, tehát rá kell még erősíteni. Ugye ezt mindennel kapcsolatban ezt látjuk. Amit itt ugye két dolog vetődik rögtön föl, az egyik az, hogy ez valójában kinek jó. Ugye emlékszünk néhány héttel, tehát egy-két hónappal ezelőtt volt a nagy globális rendszer összeomlás, egy félre sikerült Microsoft upgrade miatt, emlékszünk, akkor a globális légiközlekedés néhány órára összeomlott, kivéve Kínában, ahol ugye már leváltak és hazai rendszereket használtak a légiközlekedésben. Ugye ez tökéletes példa arra, hogy ezek a lépések valójában nem a nyugatnak igazán jók, hiszen ha ezek tartósan fennmaradnak, akkor a globális dél felépíti a saját infrastruktúráját. Ahogy egyébként Brazíliában is és Mexikóban is azt látjuk, hogy Amerika megküzd Kínával a legalábbis az újságok címlapján, és utána Brazília és Mexikó megkéri Kínát, hogy Kína építse fel számukra például az 5G infrastruktúrát. Tehát itt ennek az lesz a vége, hogy lesz a világban egy nagy kínai, esetleg kínai-orosz IT infrastruktúra, és lesz egy azzal párhuzamos amerikai infrastruktúra, amik egymással párhuzamosak lesznek, és akkor majd a fogyasztók
megtanulják, hogy milyen alkalmazkodni. Igen, de ez miért jó egyébként a Szilícium Völgynek? Tehát tudjuk, hogy ezek a vállalatok, Meta és társai, ezek globális vállalatok. Tehát most azt mondja Mihály, hogy lesznek párhuzamosan az amerikai IT vállalatok, meg párhuzamosan kínai, orosz. Na de hát egy Meta, egy Zuckerberg birodalom az nem erre jött létre. Ők az egész világot be akarják hálózni. Akkor most kivonulnak ideológiai okokból Oroszországból? Egyelőre nagyon úgy tűnik, itt a stratégiában, itt Misi is mondta, nem a racionalitást kell keresni. Itt, tehát most hát üzletileg ez nem jó nekik? Az üzletileg biztos. Abszolút nem jó nekik a Szilícium Völgynek, hogyha konkrétan a számokat, bevételeket nézzük, üzleti skálán gondolkodunk, akkor ez egyértelműen nem jó a Szilícium Völgynek. Itt ha rövid távon nem is, de én azt gondolom, hogy egy közép és hosszú távon mindenképp a globális déli országok és Oroszország felépíti a maga párhuzamos infrastruktúráját, és az lesz a kérdés szerintem hosszú távon, hogyha válaszolni kell mondjuk a tipikus ilyen összekötő államoknak, mint mondjuk Mexikó, és lesz A oldalon például egy amerikai infrastruktúra, B oldalon lesz egy orosz-kínai, mondjuk azt, hogy globális déli infrastruktúra, azt fogják mondani, hogy meglátjuk, hogy melyik a jobb, és azt fogjuk választani, azt fogjuk használni, és nem érdekel, hogy az egyik nyugati, a másik például nem nyugati. Én azt gondolom hosszú távon, hogyha ez a gondolkodási stratégia folytatódik, akkor mindenképp ez lesz a végkicsengés. Itt érdemes egyébként, hogy visszagondolni, mi történt a mobiltelefonok piacán. Ugye 10-15 éve mindenki kinevette a kínai telefonokat, vagy megmosolyogta. Ugye most már ott tartunk, hogy ha az átlagos fogyasztó bemegy egy ilyen telefonszaküzletbe, akkor megmutatják neki a nem kínai modellt, ami általában drágább és kevesebbet tud, majd megmutatják neki a kínai modellt, hogy ez olcsóbb, többet tud, de van egy kis szankciós veszély. Most ez várható majd mindenben, ami IT-vel függ össze. Egyébként az Európai Unió általában követ szokta az amerikai szankciós politikát, tehát hogyha az USA szankcionálja Oroszországot, akkor az Unió is csatlakozik ehhez, de most nem hallottuk azt, hogy nagy európai IT vállalatok szintén szankcionálnák Oroszországot, vajon miért nincsenek ilyen vállalatok, lehet? Hát nyilván, ahogy tudják, úgy próbálják ezeket szabotálni. Ugye azt látjuk éppen az autóiparban is, hogy most már Spanyolország és Németország próbál valami egységfrontot létrehozni, hogy ne próbálják kitiltani amerikai nyomásra a kínai elektromos autókat. Ugyanez várható, tehát hogy a Brüsszel majd teljes erővel előre megy az eurázsiai IT kitiltásában, és akkor ott lesznek majd a ténylegesen érintett vállalatok és gazdaságok, amik majd jelentkeznek, hogy ezt azért mégse. Ugye említettétek ezt a párhuzamos világot, hogy majd külön létrejön egy kínai, orosz és BRICS IT birodalom szemben a nyugatival, hogy akkor ez azt jelenti, hogy az orosz gazdaságot vagy IT szektort ez nem fogja megrengetni valószínűleg ez a kivonulás a nyugat részéről? Én azt gondolom, hogy azért valamiféle rövid távú hatása, legalább rövid távú hatása az orosz nemzetgazdaságon biztos, hogy lesz, hiszen egyik napról a másikra azért ezeket én azt gondolom, hogy nem lehet helyettesíteni. Habár teszem hozzá zárójelbe, hogy a háború kezdetén is, mikor az oroszokat kizárták a SWIFT rendszerből, azt hitte mindenki, nagy nyugati elemzőcégek is azt jósolták, hogy hú, itt heteken belül micsoda összeomlás lesz, és azt láthattuk, hogy az összeomlás nem következett be, de azt sem mondhatjuk el, hogy nem érezte meg az orosz nemzetgazdaság ezeket a szankciókat, de nem váltottak ki olyan hatást, mint amit előzetesen vártak. Na most a kérdés az lesz, hogy Kínából, itt az orosz-kínai közeledést és már-már testvérkapcsolatokat nézve, hogy Kínából be tudják-e szerezni ezeket a technológiákat, tudnak-e Kínával ebben a tekintetben rövid távon együttműködni, de még egyszer mondom, én azt várom, hogy közép és hosszú távon mindenképpen ez meg fog valósulni, csak idő kérdése. Európa pedig azt gondolom, én nem lennék ilyen optimist, én azt gondolom, ami késik, nem múlik, szóval Európa valószínűleg követni fogja az amerikai politikát ebben a tekintetben. Meglátjuk, most itt teszünk egy pontot. Tatár Mihálynak és Mihálovics Zoltánnak köszönöm, hogy itt voltak. Önöknek a megtisztelő figyelmet köszönöm. Ján Kászpár felelős szerkesztő nevében is holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk Láncreakció című műsorunkkal, amelyben megmutatjuk önöknek a válságok hátterét és más fontos összefüggéseket is. Tartsanak velünk holnap is a viszontlátásra, viszonthallásra.